fogadás balról! Tisztelek! Altábornagy úr, Mérai őrnagy, jelenkezem. Jelentem a katasztrófavédelmi őrs átadására a meghívott vendégek és a berendelt állomány felsorakozott. Vigyázz! Pihenj! Állomány! Vigyázz! Fogadás középről! Tiszteleg! Tisztelettel köszöntöm a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs ünnepélyes átadásának résztvevőit. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Bakondi György, tűzoltó altábornagyurat, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját. Horváth László urat, a Heves megyei kormányhivatal kormánymegbízottját. Csontos Ambrus, tűzoltó mérnök dandártábornok urat, a Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját. Berec György, tűzoltó ezredes urat, a Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját. Dr. Nagy Tibor urat, a pétervásárai járási hivatal vezetőjét. Eged István urat, Pétervására polgármesterét, a meghívott társ és rendvédelmi szervek vezetőit, a katasztrófavédelmi őrs működési körzetéhez tartozó polgármestereket, a Római Katolikus Egyház helyi képviselőjét, a Pétervásárai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait és minden kedves érdeklődőt. Felkérem dr. Bakondi György, tűzoltó altábornagy főigazgató urat beszéde megtartására. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket ebből az ünnepi alkalomból, hiszen egy a térségben élők biztonságát nagyon jelentősen szolgáló fontos lépést teszünk a mai napon. Megkezdi működését a katasztrófavédelmi őrs, 702 négyzetkilométeren, 33 település biztonságán őrködve,
33 ezer magyar állampolgár közbiztonságát, biztonsági érzetét erősítve és javítva. Megengedik néhány gondolatot a katasztrófavédelmi őrs rendszeréről és annak a kialakításának a programjáról szólnék. 2010-ben, amikor a kormányprogram elkészítésekor a katasztrófavédelmi rendszer fejlesztésén gondolkoztunk, abból indultunk ki, hogy a magyar állampolgárok túlnyomó többségének a véleménye az, hogy nagyon fontos, hogy közbiztonság legyen, életét, vagyonát, családját biztonságba tudhassa. Ezért aztán számos fontos lépést kellett tennünk ennek érdekében, hogy a katasztrófavédelem magyarországi rendszere betöltse ezt a közbiztonsági alaprendeltetését, teljesítse azt a valós társadalmi szükségletet, amelynek a kielégítésére hivatott. A más rendvédelmi szervekkel, hatóságokkal szoros együttműködésben. Az őrsprogramnak az a lényege, hogy az országnak számos olyan területe van, ahova a tűzoltó erők veszély esetén meglehetős hosszú idővel érkeznek ki. Mindenképpen célunk volt, hogy rövidítsük ezt a helyszínre érkezést, ezáltal nagyobb esélyünk legyen arra, hogy megakadályozzuk a súlyosabb károkat, megakadályozzuk az ember élet elvesztését. Az őrs másik szempont, amit figyelembe vettünk, az az, hogy a magyarországi tűzeseteknek a 97-98%-a évente változó, úgynevezett egyes tűz, vagyis egy tűzoltó fecskendővel, amelyik itt látható, eloldható egy raj beavatkozásával, megakadályozható, hogy súlyosabb esemény történjen. Tehát nem volt szükség arra, hogy szerte az országban nagy tűzoltó parancsnokságokat létesítsünk, elegendő volt őrsöket létrehozni, itt is ez történt. Az EGRI hivatásos tűzoltóparancsnokság alárendeltségébe létrehoztuk az őrsöt, egy rajjal, 18 fővel, katasztrófavédelmi megbízott munkájával, megfelelő technikai felszereltséggel, korszerű elektronikai rendszerekkel, riasztási rendszerekkel. Ez a program jól haladt az elmúlt években, 35. ez az őrs, amit a mai napon felavatunk, 35 olyan térség van tehát az országban, ahol a tűzbiztonság érdekében fontos lépést tettünk. A katasztrófavédelemnek természetesen van más feladata is. Tulajdonképpen hármas alaprendeltetése van. A legfontosabb az emberi élet és a vagyon védelme és mentése. De ezen kívül foglalkozunk a veszélyes üzemek és a veszélyes szállítmányok felügyelet alatt tartásával, ellenőrzésével. Ez is a biztonságnak egy fontos lépése. Sok tízmilliónyi veszélyes tonna veszélyes anyagot szállítanak az ország útjain, vasútjain, vízi útjain. Ezeknek a felügyelet alatt tartása rendkívül fontos. Másrésztről a polgári védelem rendszerét teljes mértékben meg kellett újítanunk. Szakítanunk kellett azzal a korábbi rendszerrel, hogy kötelezés alapján menni kell, aztán majd ott valamit szervezünk, valami titkos tervek alapján. Ez a mai világban már meghaladott és teljesen világos, főleg a Dunai árvíz után, hogy az önkéntes mozgalomra támaszkodás egy kardinális kérdés. Több százezer ember, magyar állampolgár vett részt. Legutóbb azt mondtam Komáromba, gátavatásnál, most is ezt tudom mondani, hogy makacs elszántsággal a Duna elleni védekezésbe. Azért lett ez sikeres, mert a szakértelem és a szervezettség egy széleskörű társadalmi támogatást nyert. És tudtuk, mindannyian, minden magyar állampolgár, hogy ezt a harcot nekünk kell megvívni, senki nem jön majd segítségünkre, mi magunk tudjuk megvédeni az otthonainkat és a hazánkat. Ezért tehát itt nem csak tűzvédelemmel, tűzoltással, hanem polgári védelmi feladatokkal is foglalkozunk, mégpedig a katasztrófa megbízottak valamennyi járásban jelen vannak, az ő szervező, irányító tevékenységük ebben a szempontból nagy jelentőségű. És a harmadik, nagyon fontos területünk, amelyik tulajdonképpen kiépülőben van, ez pedig a magyarországi kritikus infrastruktúrák, vagy létfontosságú rendszerek és hálózatok felügyelet alatt tartása, az áramellátás, a vízellátás, szennyvíztisztítástól kezdve az elektronikai, informatikai rendszerek biztonságáig, ma már ez kulcsfontosságú kérdés, ennek a szervezésével, hatósági kontrolljával is foglalkozik a szervezet. Azt hiszem, hogy az új szervezet sikeresen tölti be közbiztonsági rendeltetését, támaszkodik az önkormányzatok, támaszkodik a
társadalmi szervezetek, hatóságok, közigazgatás más szereplőinek munkájára. Itt is az történt, hogy az épületet az önkormányzattal közösen tudtuk kialakítani, az önkéntesekkel szoros együttműködésben számítunk az önkéntes tűzoltó egyesület munkájára a továbbiakban is, most már a hivatásosokkal közösen szolgálhatnak és vehetnek részt akciókba, megteremtettük a jogszabályi feltételeit és a pénzügyi feltételeit is, annak háromszorosra növeltük az önkéntes tűzoltó egyesületek pénzügyi támogatását, hogy az önként ilyen feladatot vállalók a saját települések védelme érdekében minél hatékonyabban tudjanak beavatkozni. Hölgyeim és uraim, kívánom az itt szolgáltató teljesítőknek, hogy az itt élőkkel szoros kapcsolatot tartsanak, megbecsüljék az itt élők az ő munkájukat, számíthatnak az itt lévő állományunkra, és közös erővel a biztonságot javítani tudjuk, és a közbiztonságot tovább tudjuk fejleszteni. Sok sikert kívánok ehhez! Megköszönöm altábornagy úr méltató szavait. Felkérem Horváth László kormánymegbízott urat beszédének megtartására. Főigazgató úr, igazgató urak, polgármester úr, polgármester urak, hölgyeim és uraim! Rendjén van ez így, mert rendjén van az, hogy a település, ez a kisváros és környéke a biztonság házát nyitja ma meg. Helye van a biztonság házának itt ezen a településen, és helye van természetesen, és mindenki megérdemli ezen a környéken is a biztonságot és a biztonságnak a tudatát. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki munkájával, tudásával, idejével, erőfeszítésével, pénzével, adományával hozzájárult ehhez a mai naphoz, és tudom azt is, hogy még emellett voltak önkéntes felajánlások is. Köszönet annak, aki függönyt hozott, hűtőt hozott, vagy akár pogácsát a mai napra. Mint a Heves Megyei Védelmi Bizottság elnöke, azt tudom én is mondani önöknek, hogy ebben a ciklusban megyei szinten és helyi szinten is megtörtént a védelmi igazgatás átalakítása, rendszerének üzemelése biztonságos és hatékony. Ahol annak a gondolatnak a jegyében indultunk a kormányzati ciklus elején, hogy nevezzük meg, hogy mi az, ami a mindenkori állam, a mindenkori kormány felelősségi körébe tartozik, és ezeket a feladatokat pedig, ha már az ő felelősségi körébe tartozik, akkor a kormány mindig lássa is el hatékonyan és felelősséggel. Ezért történt meg többek között más nagy rendszerek átalakítása mellett is a védelmi igazgatás átalakítása. Volt nekünk is árvíz az elmúlt ciklusban, földrengés, tüzek és nem várt események, súlyos események, amelyek próbára tették ezt az új rendszert, de azt tudom mondani, hogy az új rendszer sikerrel vizsgázott, hogy egy nem olyan távoli példát mondjak, a tegnapi napon indítottuk el annak az új vízvezetékrendszernek a kiépítését, amely Abasáron és környékén azt a vízmérgezéses állapotot, amely múlt ősszel kialakult egyik pillanatra a másikra, az kiküszöböli, és ott sok ezer embernek hosszú távon biztonsággal tud egészséges ivóvizet biztosítani. És dunai árvízünk persze nem volt, de szeretnék ezúton is köszönetet mondani mindenkinek az állomány tagjai közül, aki ott volt a gátakon, mert ott voltak a heves megyeiek is, ott voltak a heves megyei katasztrófavédők, és ott voltak a heves megyei tűzoltók is. Becsülettel helytáltak, köszönet ezért a helytállásért. Az embernek mondhatni a legalapvetőbb joga a biztonsághoz való jog. A biztonság az olyan, mint a levegő. Amíg van, addig természetesnek tűnik, nem tűnik fel, hogy micsoda nagy gond lehet a hiánya. Amikor nincs, akkor tűnik fel, és akkor válik valóságá, húsba vágva valóságá, hogy nélküle nem lehet élni. Levegő nélkül
és biztonság nélkül sem lehet élni. És a biztonságnak pedig több eleme van. Érdekes, hogy amikor megkérdezzük az embereket, hogy mi jelenti számukra a biztonságot, akkor ennek több lába van. Közrend, közbiztonság, élet, vagyonvédelem és egészségvédelem egyaránt. Azt tudom örömmel jelenteni valamennyiüknek, hogy Pétervására és környéke ebben a tekintetben jelentős eredményeket tudott felmutatni az elmúlt évek során. Talán ez a nagyon fontos intézmény teszi fel az íre a pontot. Folyamatban van az egészségügyi központnak a fejlesztése, ugyanakkor a helyi rendőrségnek a technikai személyi állománya is fejlesztésre került, úgyhogy végeredményben azt tudom, hogy tudtunk élni a nekünk adott idővel, a nekünk adott felelősséggel. Köszönet ezért mindenkinek. Kívánom, hogy ez az intézmény, ez az épület rendeltetését teljesítse, mint ahogy azok is, akik ebben az épületben hivatásukat, küldetésüket fogják teljesíteni. Köszönöm szépen! Megköszönöm kormány megbízott úr méltató szavait. Felkérem Eged István polgármester urat köszöntője megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megjelentek, altábornagy úr, kormány megbízott úr. Azt hiszem, hogy ez a mai nap egy korszakváltást jelent itt Pétervására életében, és nem csak a tűzoltóságról, vagy a katasztrófa védelemről beszélhetünk, hanem egyéb dolgokról is. Először is mindenképpen az első szavam a köszönet szava kell, hogy legyen. Köszönet azoknak, annak, aki ezt lehetővé tette, hogy ez a gyönyörű őrs, ami a 21. századi követelményeknek megfelel, ez létrejöhessen itt, vigyázhasson a településre, a környékre, illetve én azt gondolom, hogy nagyon nagy köszönet jár a korszakváltás előtti időszakot képviselő önkéntes tűzoltó egyesületre, akik most itt vannak velünk, itt állnak velem szemben, és akik én azt gondolom, hogy nagyon szép és nagyon jó példái a civil összefogásnak, egy olyan cél érdekében fogtak össze, egy olyan célt jelentettek számunkra, olyan eredményeket hoztak, amelyek mindenki biztonságát jelentették. Amikor 2012-ben Pétervására visszakapta a járásközponti címet, akkor nagyon sok feladatot kapott ezzel, és nagyon sok felelősséget. Éppen ezért, amikor az utóbbi hónapokban itt az épület előtt jártam, és néztem az építkezést, és néztem azt, hogy ez az épület, ez teljesen átalakul, teljesen új jelleget kap, egyetlen egy dolog maradt, ami emlékeztet a régi épületre. Mégpedig, ha önök fölnéznek az épület tetejére, látnak egy tornyot. És azon gondolkodtam, hogy ez a torony, ez lehet egy szimbólum is. Több okból. Egyrészt ez az a torony, ami még látta a civil önkéntesek munkáját. Ez az a torony, ahova, hogyha fölmegyünk, akkor kitekinthetünk Pétervására, és számtalan dolgot láthatunk, ami összefügg a biztonsággal, a járásközponti címmel, illetve azokkal a feladatokkal, amit ezek jelentenek nekünk. Ha fölmegyünk, akkor láthatjuk, hogy Pétervásárán, ahogy kormány megbízott úr is említette, megújul az egészségügyi központ. Láthatjuk, hogy a 13 település által működtetett orvosi ügyelet is megújult, és nagyon szép körülmények között, nagyon minőségi körülmények között tudjuk fogadni a betegeket. Láthatja, hogy működik az Aranykapu Humán Szolgáltató Központ, amely szociális és gyermekjóléti feladatokat lát el. Láthatja, hogy a járásközponti rendőrség is megerősödött, közel 40 fővel vannak itt, dolgoznak. Láthatjuk, hogy a mentőállomás
és nagyon szép és nagyon jó körülmények között működik, illetve láthatjuk, hogy ennek mindennek a lezárása képen, illetve teljessé tétele képen ma megnyitjuk ezt a tűzőrséget. Én azt gondolom, hogy Péter Mássár ezeket a feladatokat nagy örömmel vette, nagy örömmel látja el, és nem csak a feladatok miatt fontos ez, hanem a munkahelyek miatt is. Ha összeszámoljuk az intézményeket, több mint 150 főről beszélünk ezekben az intézményekben. Ez a létszám látja el Péter Mássára, és a környék mindenféle intézményi szerepét, minden olyan dolgot, amely teljes biztonságot adhat a környéken élőknek. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete ennek, és úgy gondolom, hogy lezárunk ezzel egy folyamatot, és úgy gondolom, hogy innentől újult erővel tekinthetünk a jövőbe. Én még egyszer szeretném mindenkinek ezt megköszönni. Szeretném megköszönni az önkénteseknek, mindenki, aki segített, az önkormányzati testület tagjainak, akik segítettek nekünk ebben. Szeretném megköszönni kormánymegbízott úrnak, és hát végül én azt gondolom, hogy megengedhetem most ezt itt magamnak, hogy a 4 év munkája, amit együtt töltöttünk képviselő úrral, amennyit nekünk itt segített, támogatott, lobbizott értünk, én szeretném, hogyha a 4 év, a következő 4 évben is számtalan ilyen felújítást, újjáépítést és hasonló szép és jó dolgokat tudnánk együtt átadni, úgyhogy én ebbe bízom. Köszönöm még egyszer mindenkinek a segítségét, és a tűzőrség tagjainak pedig, hát nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, de én azt gondolom, hogy akkor mondok legjobbat, ha azt mondom, hogy minél kevesebb munkát és minél több gyakorlatot kívánok. Köszönöm szépen! Megköszönöm polgármester úr köszöntőjét, és egyben megköszönöm polgármester úr és Péter Mássára város képviselőtestületének támogatását és segítő együttműködését a katasztrófavédelmi őrs indításához. Felkérem Csontos Ambrus tűzoltómérnök dandártábornok igazgató urat emléklap átadására a polgármester úr részére. Altábornagy úr, kérek engedélyt a parancsok ismertetésére. Csontos Ambrus, tűzoltómérnök dandártábornok, a Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs állományába kinevezte 2014. március 1-jei hatállyal katasztrófavédelmi megbízottak Marton Szabolcs tűzoltó hadnagyot. Parancs, értettem. 2014. március 26-ai hatállyal szerparancsnoknak Blesik Erik tűzoltó zászlóst, parancs, értette. Derda József tűzoltó zászlóst, parancs, értette. Schmutzer László tűzoltó zászlóst, parancs, értette. Beosztott tűzoltónak Almádi Csaba tűzoltó főtörzsőrmestert, parancs, értette. Dósa Rihárd tűzoltó őrmestert, Nagy István tűzoltó őrmestert, Nagy János tűzoltó főtörzsőrmestert, Portik András tűzoltó őrmestert, Szabó Lóránd tűzoltó törzsőrmestert, gépjárművezetőnek Bozó Róbert tűzoltó főtörzsőrmestert, Dulai Zoltán tűzoltó törzsőrmestert, Tóth Imre tűzoltó törzsőrmestert. Altábornagy úr, jelentem a parancsok ismertetését, befejeztem. Felkérem Fehér Róbert plébános urat a katasztrófavédelmi őrs megáldására. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Könyörögjünk mindenható örök Isten,
Te minden török dicsőségedre és az emberek javára rendeltél. Kérünk, áld meg ezt a kibővített és felújított katasztrófa védelmi törzset, és mindazokat, akik áldozatos munkájukkal, anyagi támogatásokkal, vagy bármi más módon hozzájárultak ennek a katasztrófa védelmi őrsnek a felújításához. De kérünk, áld meg azokat is, akik innen mások életét, értékeit menteni indulnak. Állíts kegyesen önüzetükre szent angyalaidat, és dicsőséges vértanodnak, Szent Flóriának közbenjárására, védd meg mindazokat, akik még másokat mentenek, saját életkel kockáztatják minden veszélyben és minden bajban, hogy szeretteik körében épségbe térhessenek majd haza Krisztus, ami Urunk által. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldásra szálljon le erre a katasztrófa védelmi törzsre és örösre, és mindazokra, akik itt jelen vannak, és ez az áldás maradjon is rajtuk most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Adjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Megköszönöm plébános úr áldását. Hölgyeim és uraim, ünnepségünk színesítésére a Pétervásárai Tamási Áron általános iskola néhány műsorszámmal készült. Elsőként hallgassuk meg Móra Ferenc Tűzoltó Gyerekek Imája című versét, Földi Hanna és Balázs Enikő második osztályos tanulók előadásában. Móra Ferenc Tűzoltó Gyerekek Imája. Édes jó Istenünk, éjszakád leszállott, szárnya alá fogta az egész világot. Alszik a napocska, alszik a szelecske, az eresz alatt ficserélő fecske. Alszik a sarokban a nád paripa is, lehunta szemeit a bodolt baba is. Alszik meseország, alszik falu város, szerteszét az álom pillangója szádos. Falunak, városnak, pihentető álmán, csak apukánk virraszt csendes őrszobáján. Barázdás homlokát a tenyerébe hajtja, gondolatban a mi orcánkat simogatja. Jaj, hogy riad fel, ha harangkondul, hogyha tűzmuskát itt látni a toronypul. Jaj, hogy kell sietnie, mindent elfeledni. Édes jó Istenünk, világvirrasztója, a mi apukánknak légy oltalmazója. Tolvaj szikrácskákat mind kiöltogassad, alvószelek szárnyát lekötözve tartsad, hogy a tűzmuskát itt ne nyisson, hogy apukánkat reggel ölelhessük itthon. Az énekkar a Nox Együttes Tűztánc című számát adja elő. Verdőn bosszút áll, zord hegyek csúcsát elérni, emberek búját megnézni, vándorok útját bejárná, ha ilyen a felhő nem várná. Yeah.
csúcsát elérni, emberek búját megnézni, vándorok útját bejárná, ha éjjel a felhő nem várná. Táncol az elevetű, a holdra szegezi a lányát, táncol és farag a tűz, a széllel keresi a pályát. Karádi György, Hívjátok a tűzoltókat című költeményét, Lakatos Csaba, 7. osztályos tanuló adja elő. Karádi György, hívjátok a tűzoltókat. Mikor recsegve ropogva ég a ház, mikor robbanni készül a palacban a gáz, mikor szét kell vágni a roncsautókat, hívjátok a tűzoltókat. Ha bázik a pince és a padlás, ha villámként jön felülről az áldás, ha menteni kell rosszakat és jókat, hívjátok a tűzoltókat. Mikor viharban leszakad az ár, mikor az őrült úrra az turulra hát, mikor nem tudtok már a bajban jobbat, hívjátok a tűzoltókat. De ha együtt vagyunk, és zene szól végre, és a történeteknek soha nincs vége, borral telt pohárral kocsinthatunk jókat. Hívjátok a tűzoltókat! És végül nézzük meg egy tűztáncot! Thank you.
Megköszönöm a gyermekek lelkes előadását, valamint a felkészítő pedagógusok aktív munkáját. Kedves jelenlévők, tisztelt hölgyeim és uraim! Ezzel a katasztrófavédelmi őrsátadó ünnepségünk hivatalos része véget ért. Hallgassuk meg a szótakot! Állomány, vigyázz! Fogadás középről! Tisztelt! Végül felkérem főigazgatórat és polgármester urat, hogy az őrsátadás szimbólumaként vágják át a díszszalagot, majd tekintsük meg együtt a most átadott törzsöt. Ezt követően kérem, hogy a meghívott vendégek fáradjanak a mellettünk felállított sátorba, az állófogadásra, ahol pohárköszöntőt mond Szolcos Ambrus tűzoltómérnök dandártábornok igazgató úr. Jöttek.